Na mit szólsz, Tibikém, hogy mennyire tudom szúrni? DJ Konci, R&B Osztás, nagyon ügyes vagy, mert most egyben megmutatod a promók termékünket is, a Sponsor by Jag, és közben egy pici táncmozdulatot is belevittük, és még maradt idő a kutyára is. Na ezért vagy te, látod, ügyes, na ezért szeretlek én téged. Gyerekek, egy olyan embert hívtunk el hozzátok adásba, aki az elmúlt 15 vagy már majdnem 20 éve egy elég érdekes jelensége a magyar zenei piacnak. Hát igazából nagyon eklektikus az, amit csinál, bele-bele nyúl dolgokba, viszont szerintem azt szereti, azt mondják róla, hogy ő egy kőkemény rockzenész. De hát ugye majd ezt inkább ő mondja el, mint én. Mester Tamást fogadjuk sok szeretettel. A világ leghülyebb ajtója. Szia, Marika. Neked még ezzel nincs gondol. Szia. Szia, édesem. Gyere oda, csücsel. Köszönöm. Abba a végébe. Jaj, Tomikán! Na, hello. Olyan rég nem dumáltunk. Olyan, azt mondod, hogy eklektikus vagyok? Igen, nem az vagy. Ne, de végül de ez bók. Bók? Mi, ez nem az? Te... Nem tudom. Hát na jó, is... mondj, milyen ellenérzésed van ezzel? Hát azért volt egy fejlődés, tehát azért annak idén, amit csináltam mester és tanítványai néven, amit utána csináltál... Nem szeretted? Nem azt mondtam, hogy nem szerettem, csak egész más volt, mint mondjuk, amit utána csináltál. És aztán utána belenyúltál mondjuk császár előtt, de szintén egy olyan stílusban, mint nem te vagy feltétlenül, ezért mondtam az eklektikusat. Aha, végül is igaz. Örülök, hogy meg kellett magyaráznom a felkopot. Remélem, hogy minden oké. Nem alapoztam meg a beszélgetés hangulatát. Hogy szoktam kezden jól ülni, mert ez nem olyan kényelmetlen, hogy hihetetlen. Megágyazom magamnak. Helyezd el magad. Fel is feküdhetsz egyébként nyugodtan. Tehát, ja, abszolút. Figyelj, nekem az volt a legmeglepőbb információ veled kapcsolatban, hogy te a Step zenekarban kezdtél el a flipperöcsi mellett. Akkor még nem éltél, nem? Hogy volt ez? Hát éltem már, sőt, akkor már zenehallgató ember voltam, de nem emlékszem erre. Azért, mert az első két éve a Step együttesnek az a kis Szabó Gabival volt, aztán ő elment az első emeletbe, és én jöttem a harmadik évben. Tehát én a gomba frizurás korszak után voltam. De te basszusoztál akkor? Én basszusgitáros voltam. A Fenyő volt a menedzser. Fenyő Miki? Fenyő Miki. Úgy lettem a basszusgitáros, hogy egy helyre jártunk szórakozni a Fészek klubba. Aha. És akkor a Fehér Ati mondta, hogy hallgassanak meg engem. Tényleg a Fehér Ati? Persze. Nagyon jó barátok voltunk, és akkor felmentem a Fenyőnek a konyhájában, emlékszem, ott basszusgitáros, és egyetlen egy számot tudtam basszusgitáros, ez elég jó, de tényleg semmi más. És mutattam, hogy kérdezik, hogy tudok a basszusgitáros, hogy persze tudok, és azt eljátszom, hát ez elég lesz. Jó, de jó. És aztán elmentem az első próbára, késtem 5 órát, elaludtam, teljes homály, és nem tudtam semmit. Tehát az első pár koncert az Magnóról ment, tudod, még ez az orsós Magnó, és én csak úgy csináltam, mintha basszusgitároztam volna. Plébekeztetek? Hát én. Hát te. Mi a basszus külön fel volt véve, és úgy nyomták? Aha, hát meg a vokálok, tudod. Aha. Tehát akkor még nem volt ez a High Hardis rekorddal elődje. És aztán szépen lassan megtanultam basszusgitározni. De ma már egész jó vagyok. Hát ez kurva jó, ezt nem is tudtam. Köszönöm, így lehet bekerülni. Milyen emléked van a Flipper öcsiről? Nem bírtam az öcsit, nagyon muzikális volt, meg nagyon jó színpadi jelenség volt. Tényleg. Abszolút. Figyelj, a csajom azt mondja, de nem ki csak a csajod? Az egyik, a Hajnika, meg az Debrecen Zita is azt mondta, hogy te vagy a legnőiesebb arcú magyar rockstar. Hát pedig így ránézésre múlóban, nem. Múlóban van. Hát meg tudod, a Megasztályban szét vagyunk sminkelve, úgyhogy kicsit ott még feminin a dolog. De volt neked valaha, ami direkt... Nem azt akarom kérdezni, amire gondolom. Hát te is ezzel jössz. Nem. Tehát volt valahogy direkt rá akartál játszani erre? Nem. Direkt... Hát illetve a 80-as években, amikor a Durán volt a divat, tudod, ami kicsit most retro, akkor ugye a férfiak ugyanúgy néztek ki, mint a nők, tehát nagy tupírozott haj, meg smink, meg minden, hát akkor persze. Akkor egész más volt. Jó, figyelj, hát ugye nyilvánvalóan, ami veled kapcsolatosabb és fontos jelenleg, az ugye nyilván a Megasztár. Te ugye most már te vagy a standard tagja a zsűrinek, a lehet így mondani, hosszú évek óta, és mennyire érzed ezt a Megasztárt erősnek, vagy erősebbnek, mint az eddigiek, vagy gyengébbnek, vagy bárminek? Ami most van? Ami most van. Ez a legjobb csapat. Tényleg? Aha. Egyrészt, jó, mint a Tolvaj Renék voltak? Igen. Egyrészt sokkal nagyobb az összetartás, nincsen a furkálódás, legalábbis ezen a ponton nincsen. Nem tudom, valahogy mindenki beszél angolul, ami nekem egy nagyon fontos dolog, hogy és jól énekelnek angolul.
Meg hát van egy-két állati nagy tehetség. Most még azt hiszem abban a részben vagyunk, amikor még itt nem emelhetek ki senkit, de talán a nézőknek is egyetlen. Ez nehéz nem emelni ki senkit? Hát nehéz, igen. Szóval azt mondta, hogy ez a legerősebb gárda a Megasztárba. De tényleg, tehát nem azért mondom, mert minden évben ezt kell mondani, ez tényleg komoly. Pont nem az előző, hanem az előző szélen, ahol a Király Viktor nyert, én ott éreztem azt, hogy az abszolút feledhető. És most is egy picit úgy érzem, hogy van egy-két ember, sőt, ha nagyon leredukáljuk a dolgot, akkor egy, akinek így már az elején oda lehetne adni a díjat. És a többiek azok pedig egy ilyen homály elnevezésű tengerbe témferegnek. Én mondhatom, nem te vagyok, tehát én tudom, hogy a Radics Gigi jelenleg szerintem az egy olyan... Az olyan, mint amikor van a fociban, tudod, a Maradona, és akkor utána nincs nagyon senki. A Forma 1-ben ott volt a Schumacher, és nincs senki. Van az Air Jordan, a Michael Jordan a kosárlabdában, és utána nagyon sokáig senki. Én úgy érzem a Radics Gigit most jelenleg a Megasztárba. Te meg nem. Hát én azt gondolom, hogy ezt én erre most nem reagálhatom. Igen. De te azt mondod, hogy erősek. Én azt mondom, hogy én azért ülök a Megasztárban, mert végig azt vártam, 3 éve, hogy egyszer csak belép egy olyan szintű előadó, mint mondjuk az Elvis Presley. Uh-huh. Ez nem volt nagyon valószínű, tudod, tehát Magyarországon vagyunk, meg tehát tudom, hogy milyen korban élünk, de én most azért rácsodálkoztam, és lelkesedni tudok a műsorért, tehát ott tudok ülni, és várom, hogy jöjjön egy olyan előadó, tehát ez nekem egy nagyon komoly. Hát meg nyilván te nem tudod azért annyira objektíven nézni, hogyha ott a gyerekeidről van szó idézőjelben. Tehát, hogyha te foglalkozol velük, van egy érzelmi kötődés, valahogy is úgy is van, azt nem tudod kikerülni. Igen, de közben meg én azért objektív vagyok, én azt hiszem. Tehát nem, én nem, az, nehezebben mondom meg nekik, hogyha aznap rosszul teljesítettek, így, hogy már ismerem őket. Tehát ez a hetes feladat azért ez egy elég kellemetlen dolog. De közben meg azt is érzem, hogy amiket mondok nekik, az meg valóban segít. Tehát az előző héten még rosszabbul énekeltek, és rosszabb volt a színpadi mozgás, meg ez a jelenlét a színpadon, mint most. És ezt úgy picit hiszek benne, hogy betudhatom annak, hogy eltöltöttem velük egy csomó időt. Mi az oka annak, hogy a TV2 azt gondolta, hogy te vagy az egyetlen egy ember, aki a zsűribe még szüksége van? Azon kívül a Friderikusz nyilván elment legyen ön is millió most csinálni. Hát most, ugye voltak de, még. Hát, miért? Hát gondolom azért, mert őszinte vagyok, nem tudom más okát látni. Hát én értek ehhez. Tehát én azért azt tudom, tényleg, tehát ez, végre találtam valamit, ami az értek. Tomikám, van nekünk egy kis meglepetésünk, mert hogy én tudom, hogy te nagyon szereted az ezoterikus dolgokat. És mit hoztad, a füstölőt? Egy vanília aromájú gyertyát. Nagyon szépen köszönöm. Aj, de jó. Érkezik hozzánk egy vendég, hogyha nem dőltöm fel az asztalt. Érkezik hozzánk egy vendég, aki mindenféleképpen szeretett volna Mester Tamásnak mondani valamit, mert hogy beírt nekünk egy levelet ide a Blikbe, és azt mondta, hogy van egy információ, aminek a birtokában Tomi, hogyha nincsen, akkor őt a későbbiekben még baj is érheti. Úgyhogy fogadjuk sok szeretettel Zapátó Mester. Jós Péter, Zapátó úr, nagyon örülök. Mester Tamás. Szervusz. Elnézést a szemüvegért, majd hozzászokik a szemem, talán leveszem. De itt olyan világos van, hogy egyelőre. Foglalj helyet. Mi van? Nagyon köszönöm. Hogy most mi van? Hát Zapátó úr, én most nem akarom én felvezetni ezt a történetet, már mondjuk ezen a feladatom, de hogy kaptunk egy levelet a Blik szerkesztőségben, Zapátó úr foglalkozik ezoterikus dolgokkal. Jól mondom egyébként eddig? Jó, persze. Ezoterikus dolgokkal, és ő mindenféleképpen szeretett volna veled találkozni, mert hát ő így lát bizonyos dolgokat, meg érez bizonyos dolgokat, és közölte velünk, hogy neked van egy nagyon-nagyon rossz, hogy is mondjam, végzeted, ami beteljesül, hogyha nem változtatsz az életeden? Ez nem olyan nagy dolog, csak az elmúlt években tapasztaltam, hogy milyen aktív voltál, termékeny, és az utóbbi időben mintha nem. Ez valamennyire nyilván a Megasztár is összefügghet, de az utóbbi szériában meg egyértelműen látom, hogy csökkenne az energiád. És így úgy érzem, rájöttem, hogy mi lehet ennek az oka. Na. Szerintem te is tudod, hogy mi ez. Ott ugye úgy ültök egymás mellett, négyen, hogy te a Berecki Zoltán mellett. Igen, ezt tudom. Te nem szoktad érezni azt, hogy teljesen elfáradsz a műsor végére?
Én nagyon nehezen tudok valakinek hinni, aki Obi-Wan Kenobi-nak van öltözve szemüvegben, de az mindjárt elmúlik te. Jó. Tehát igazából az a helyzet, hogy én pont az előző adás alatt nem fáradtam el egyáltalán életemben először a Megasztárban. Nem jól látod ezt. És? Hát ez a tény. Hülyeséget mondasz? Hát persze. Értem. Megszoktam már a szemed Zapától? Jaj. Meg. Ne haragudj, elnézést. Szóval ennyi, hogy hülyeséget mondok. Hát igen, mert tudod, hogy ezt az ember érzi a műsor után, hogy el van-e fáradva, és nem azt érzi, amit tőled hall, akkor az elég könnyen. De mire megy ki egyébként a beszélgetés, Zapata úr? Azt beszéljük meg, hogy mi a lényege. Én szeretném. Igazából az a te érdeked. Csak egy próbát tegyél az ügy érdekében, hogy ne ülj mellé többet, soha. Soha, nagyon kérlek. De várjál, én kedvelem a Zolit. Szoktatok találkozni, beszélgetni? Közös nem vagyunk, nem vagyunk puszi pajtások, de én kedvelem őt, nagyon régóta együtt dolgoztunk, illetve régen együtt dolgoztunk. Hmm. Mi a baj a Zolival? Az őszintétlenség és ez az a hurrá optimizmus. Nekem ez az, ami úgy látom, hogy így veled kapcsolatban például nem érzem. És hogy én azt nem értem, hogy miért kellene rád hallgatnom igazából. Egy próbát megér. Hidd el, sokkal jobban fogod magad érezni. De honnan tudjuk, hogy a Zolinak van valami... Van. Kifejezetten negatív kisugárzása. De az miért? Te ezt honnan tudod egyébként, hogy van a Zolinak ilyen negatív kisugárzása? Hát meg eleve ez egy szubjektív dolog, nem? Hát a Zolinak van több tízezer rajongója, aki valószínűleg veled nem ért egyet. Bocsánat, mondom a levelet, amit Zapata úr írt. Oké. Tehát a Mester meglepetés egyébként sikerült, tehát meg vagyok lepődve. Mester Tamásra szeretik beszélni, Zsatara, itt a Zolis részt mondom, hogy üljön el Berecki Zoltán merről, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy Berecki Zoltán az ördög szolgája. Jaj, nem mond már. Mi baja lehet a Tominak egyébként, ha nem ül el mellőle? Egyszerűen elfárad. Üres lesz, és átveszed az ügyet. De figyelj, most én sokkal fáradtabb vagyok, hogy melletted ülök. Tényleg, ez a hülyeség. Ezek szerintem, hogyha valaki azt gondolja, hogy ezoterikus, vagy spirituális, akkor eleven ne legyen előítélete senkiről. Főleg, ha nem ismered őt személyesen. De ezt miből vetted, hogy az ördög szolgálja, Zapata úr? Ezt miből vetted? Hát meg ez alapvetően, tehát maga ez a mondat nem jelent semmit. Itt van egy olyan mondat, ami nagyon fontos. Akár Mester Tamásnak betegsége is kialakulhat. Abszolút. De milyen? Abszolút. Minél tovább tart a műsor, annál valószínű. De milyen betegsége lehet a Tomi? Meg kicsit köhécselek is. Ne hülyeskedj már. De. Abszolút. Depresszió, befordultság. Most még nem. Hát utána már nehezebb lesz kezelni. Zapata úr, köszönöm szépen. Most már el kell, hogy búcsúzzak, mert most már el kell majd köszönjek a vendégtől is. Örülök, hogy eljött hozzánk. Hát ha bárkivel kapcsolatban még levele, észrevétele van, akkor... Van. Megbeszéljük később, jó? Még ígérem, hogy fogok szólni, jó? Minden jó. Így kell elköszönni? Sok fény. Fontold meg még egyszer. Oké. Köszönöm szépen, Zapata úr. Köszönöm. Ez tényleg... Ugye én megijedtem, a te testi épségedet féltettem akkor, amikor megírt, hogy beteg lehetsz. Tényleg aggódtál? Hát abszolút, de arra gondoltam, hogy ki tudja, lehet, hogy van valami... Bennem? Nincs. Hát, hogy nem. Hát, hogy a Berecki, nem tudom, valami olyat sugároz, amit ő neked valami... Nem lehet így mérni embereket, most mellém ősz, és akkor figyelem, hogy van-e valami negatív kisugárzásod, és akkor alább ülök egy kicsit. Ki tudja, a Bereckiben mi van, nem? Tibi? Bármi lehet a Bereckiben. Ülj át a falusi mellé, Maria mellé, meglátod, milyen jól fogod magad érezni. Jó? Tomi? Kösz, hogy itt voltam, nem? De szeretem. Kösz, hogy eljöttél hozzánk. Én is köszönöm. Hát majd még valamikor beszélünk. Jövök máskor is. Jó, köszönöm szépen, Mester Tamás. Holnap 16 óra 16 perckor jövünk. Pont 16.